Főbb híreink. Első Pest megyei területfejlesztési fórum a Szódon. Ceglidi városalapítók napja. Bolondballagás 100 halombattán. Elkezdődött Szentendrén a Dumcsa Korzó rendezvénysorozata. Amerikai autók találkozója a Medve otthon állatkertben. Vitézek találkozója. Madarak és fák napja Gödöllőn. Üdvözlöm Önöket, a 187 magazint látják, Vadász Anett vagyok. A Szódon tartották az első területfejlesztési fórumot, amelynek kiemelt témája a társadalmi egyeztetésre bocsátott Pest megyei területfejlesztési koncepció bemutatása, annak megvitatása. Attól város polgármestereként és önkormányzatom nevében tiszteletek köszöntöm a meghívott vendégeket. Aszód az első állomása annak a fórumsorozatnak, amelynek keretében Pest megye 7 évre szóló területfejlesztési stratégiáját mutatják be az érintett önkormányzatoknak, vállalkozóknak, civil szervezeteknek. Mint ismeretes, 2012. november 30-án Pest megye közgyűlése jóváhagyta a tervezés alapjául szolgáló, a koncepció első kötetét képező helyzetfeltárást, amelyet 2012. decemberében valamennyi megyei települési önkormányzat részére véleményezés céljából rendelkezésre bocsájtottak. Nem titok, az a forrás, amit Magyarország elkölthet a következő 7 éves ciklusban. Az is titok, hogy a kormány nagyon sokat tett azért, hogy ez a forrás ne csökkenjen. Most már ennek a forrásnak a kitöltésén kezdtünk el dolgozni. A kormány azt szeretné, hogyha ennek a forrásnak legalább 60%-a az gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre kerülne. Úgyhogy mi ehhez a célhoz ugyanúgy, mint minden magyar ember szeretnénk ragaszkodni, és szeretnénk, hogyha munkahelyek tudnának teremtődni, és mellette pedig a magyar gazdaság az egy olyan emelkedő pályára állhatna, amivel minden magyar ember jól jár. Említette többször a Szód nevét, illetve a Galgamente nevét. Ugye a tanulmányban az szerepel, hogy 5 ilyen hátrányos régió van, és bizony a Galgamente ezek közé tartozik. Úgy kell ezt érteni, hogy bizonyos téren prioritást élvez azokkal szemben, amelyek fejlettebbek? Ez egy nagy vita mindig. Más országokban is hallottam már azt a vitát, hogy a felzárkozó térségeknek, vagy az éppen fejlett térségeknek kell több pénzt adni ahhoz, hogy ők tovább tudjanak fejlődni, és az általános fejlettség az pedig azokon az elmaradottabb részeken magával húzza a fejlett térségek. Én azt hiszem, hogy a kettő között van valahol az igazság. Fontos az, hogy ahol már vannak induló és működő projektek, azok sem kaphassanak éppen emiatt kevesebbet, viszont azt a dilemmát kell megoldanunk, hogy ahol meg szükség van az általános fejlettségnek a növelésére, oda több forrást tudjunk találni. Nem egy egyszerű feladat, sok tényezős, de az ilyen fórumok pontosan ahhoz járulnak hozzá, hogy megértsük és el tudjuk mondani máshol is azt a véleményt, ami ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban kialakul. Felavatták a 30 millió forintos beruházás keretében kívülbelül felújított idős otthont Nagykőrösön. Az épületet külföldi adományokból, hazai cégek támogatásából és az önkormányzat segítségével tatarozták. Összefogással, önerőből újult meg az épület, amely 80 idős ember otthona. Mivel a közép-magyarországi régióban a szociális célra használt ingatlanok felújítására nem lehet pályázni, így ez volt az egyetlen járható út. Német és holland adományok, hazai cégek felajánlásai és a város hozzájárulása tette ki a 30 millió forintot, amiből a munkát el tudták végezni. A legnagyobb segítség a Stichting Hagsbergen Hungária alapítványtól érkezett. A pénzt egy tombolán gyűjtöttük, amit a községünk magyar házában tartottunk. Egy Ural motorkerékpár volt a fődíj, és egy Trabant a vigaszdíj. Úgy döntöttünk, az idős otthonnak ajánljuk fel a bevételt, mert tudjuk, sokaknak csak az ilyen intézmények tudnak méltó öregkort biztosítani. Az erkölcsök és a rend helyreállításával újra utat tör az emberség, újra megtapasztalható, hogy akiknek több adatot, az felelősséget is érez, és segít azoknak,
akiknek szükségük van rá, segítő jobbot nyújt ott, ahol amúgy a nincs lenne az Úr. A lakók is hálájukat fejezték ki, amiért a romos és elhasználódott épület helyett mostantól szép és egészséges környezetben tölthetik napjaikat. Örömmel tölt el bennünket, hogy vannak olyan emberek, akik szívükön viselik az idős emberek sorsát, és segítenek abban, hogy egy élhetős és szebb környezetben töltsük el nyugdíjas életünket. A szociális és családügyekért felelős államtitkár elmondta, a szaktárcának mintegy 7 milliárd forintos kerete van az ilyen felújításokra, ám a főváros és az agglomeráció fejlettsége miatt a központi régió ebből nem részesülhet, így Pest megye szegényebb részei sem. A nyugatról jött segítség ezt a hátrányt kompenzálja. Talán egy kicsit ez egy válasz is az Európai Unióból érkező fölösleges támadásokra, és nem csak fölösleges, hanem méltatlan támadásokra is, hiszen Hollandiából, Németországból érkeztek ide vendégek, érkeztek ide jó szándékú emberek, és segítenek egy olyan cél érdekében, amihez egyébként nekik igazából semmi közük. De mégis úgy érezték, hogy az itteni mindennapi életet, az itteni mindennapi gondokat egy kicsit enyhíteni tudják. Cegléd várossá válásának 649. évfordulójára ünnepséggel emlékezett az önkormányzat és a Városvédő Egyesület. Az Eötvöstéri Városalapítók szobránál dr. Surányi Dezső professzor úgy fogalmazott, a ceglédiek csak közösen együtt tudják továbbírni a város történelmét. A hagyományoknak megfelelően idén is az Eötvöstéri Városalapítók szobránál emlékeztek Cegléd városi rangra emelésének évfordulójára. Földi László polgármester úgy fogalmazott, kivételes érzés ceglédinek lenni, és reméli, ezt minden itt élő polgár így gondolja. Az önkormányzat 2014-ben ünnepség sorozattal készül a városalapítás évfordulójára. Jövőre lesz ez a város 650 éves. És mindenféleképpen szeretnénk ezt az évfordulót nagyon jól megünnepelni, a város minden lakóját köszönteni ezen alkalommal. Cegléd neve először 1290-ben szerepel írásos forrásban Kun László oklevelében. Az alapítást mégis 1364 óta számítják, amikor Nagy Lajos adómentességet adott a település lakóinak. Erről már az ünnepség szónoka dr. Surányi Dezső beszélt. Cegléd neve Nagy Lajos király uralkodása idején, aki 1342 és 82 között uralkodott, már többször szerepel az oklevelekben. 1358. január 10-én az egyik oklevélben ezen a király gyermeki szeretettel indítottatva Cegléd királyi birtokot, amely régi idők óta királyi területot is jogtalanul birtokolták és bitorolták, visszavette. Surányi Dezső a város vallási, földrajzi és gazdasági történetét is felelevenítette. Mint a professzor mondta, Cegléd mindig fontos szerepet játszott az ország életében, kivételes személyek kapcsolódnak a városhoz és Cegléd történelmi eseményeihez. Ne gondoljuk azt, hogy Ceglédnek a 14.-től 16. századi történelme az a méltánytalanságoknak a lenyelésében, birtokperekben, háborúskodásokban merült ki. Miközben olykor okkal is sok rosszat mondtak a földesuraságra, de a sok terményadó, amit a Budai úton Óbudára szekereztek, hozzájárult ahhoz, hogy a klarisszák az egyetemes magyar könyvkultúráért olyan sokat tudtak tenni. Az ünnepségen a Táncsics Mihály általános iskola diákjai szavalattal és dalcsokorral kedveskedtek. A Városalapítók szobrát az önkormányzat, a Városvédő és Szépítő Egyesület, a Táncsics Mihály általános iskola, valamint az Ungvári László kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskola vezetősége koszorúzta meg. Egy új kormányrendelet értelmében ez év elejétől megváltoztak a gépjárművezetői engedélyek megszerzésének szabályai, ami főként a motoros kategóriákat érinti. Az Európai Uniós jogharmonizáció keretében meghozott 2013. januári szabályozás alapján változatlanul 14 éves kortól lehet segédmotorra jogosítványt szerezni, vezetni azonban külföldön csak a betöltött 16. év után szabad. Nagy motorra a korhatár 21-ről 24 évre emelkedett.
Idén megszűnt az a jól bevált gyakorlat, amely szerint 2 éves kismotor gyakorlattal lehetett nagymotor jogosítványt szerezni. A legtöbb oktató az új szabályt nem helyesli, hiszen sok tanuló szinte nulla gyakorlattal a háta mögött fog egy igazán nagy vasra ülni. Akinek volt A1 vagy A korlátozott vezetői engedélye, 2 éven keresztül, hogyha ezt ugye használta, vagy legalábbis vezetői engedélye megvolt, a kiegészítőt csinálhatott. Ezt most eltörölték, illetve hát teljes tanfolyam kötelés, inkább így mondom. Helyette, aki 1 éven belül szerzi a vezetői engedélyt A1-re vagy A2 kategóriára, az mehet a nagy arra, ha megüti a 24 éves kort. Tehát a gyakorlatot egy picikét visszaminősítették, visszavették, pedig mi tudjuk, hogy a motorosnak szüksége van a nagy-nagy gyakorlatra. Megkezdődött a nyári szezon, egyre több a motoros az utakon. Számítsunk rájuk és vigyázzunk is, mert a kátyukat nekik is kerülgetniük kell, ugyanakkor az egynyomon haladó járművek láthatósága rosszabb, és ennél a közlekedésmódnál nagyobb a sérülések kockázata. Dénes Gábor motoros oktató a hátrányok után kiemelte a motorozás előnyeit is, a gazdaságosságot, a szabadság feelingjét, a rugalmasságot. Igazából a gyorsuló képessége a motornak, illetve a lassuló képessége a motornak olyan mértékben előnyös, hogy mindig ő szokott lenni az első. Parkolási előnyei is hatalmas nagyok, hiszen nem kell fizetni, ha a járda szélére teszem le a motorkerékpáromat, nagyon pici helyet foglal el, ugye 1,5 méter széles hely szabadon marad a gyalogos részére, akkor a Kressz engedi az egynyomon haladó jármű parkolását a járdán. Nem kell külön táblával ezt megengedni. Ilyenkor nem kell fizetni a fizető várakozóhelyeken sem. Tehát a motorosnak nincs parkolási díja gyakorlatilag. A sorban előrehaladást engedélyezi a Kressz, de csak akkor, hogyha lámpa vagy rendűrrendje a forgalmat, vagy a vasúti átjárat tiltó jelzésénél áll a sor. Tehát azok a motorosok, akik a sorban úgy haladnak előre, hogy a sor halad, és ők közben szabálytalanul előznek, hát sajnos mindig kockáztatnak, egyszer szabálysértés követnek el, másodszor pedig baleset veszélyes. A buszsávot is engedi a Kressz, hogy az egynyomon haladó használja, egész pontosan motorkerékpáros és a segédmotorkerékpáros, ez is egy nagyon-nagyon nagy előny, mert régen ez nem volt. Érdemes átnézni a Kressz szabályait újra, autósként, motorosként egyaránt, hogy ne rutinból vezessünk. Legyünk továbbá figyelmesek, toleránsak, és érezzük át a másik közlekedő helyzetét. Vigyázzunk egymásra az utakon. Rendbontás történt a Százhalombattai Arany János iskolában, ahol több tucatnyi tanuló zavart meg a tanítási órákat. A fiatalok osztályról osztályra jártak, vizet locsoltak, hangoskodtak, énekeltek. A végzősök ballagtak el ilyen kedvesen, bolondos formában. Mindenre felkészültek, jól fésültek, boldogok, dekoratívak, egy szóval megértek. Ballagunk! Nem is akárhogy, a kicsik csak ámultak, a pedagógusok kíváncsiskodtak, az igazgatónő pedig fejet hajtott az új generáció előtt. Több probléma volt velünk, mint a legtöbb alsós osztálya. Mire végeztünk, addigra megbalandult mindenki. Így mész érettségizni is? Nem, el lesz dugva a rózsaszín. Honnan jött az ötlet, hogy... Várjál, ott... most mi vagy? Predátor. Micsoda? Predátor. Ja, predátor. Miért pont predátor? Az öcsémnek volt ez a maszkja, úgyhogy gondoltam, elkérem tőle. Szabó István Tamás vagyok, 12. B osztályból. Milyen csinos vagy ma? Köszönöm szépen, igyekeztem. Hol lőtted a implantátumokat? Hol? Hát egyszerűen meg lehetett oldani őket 2 pólóval. De nagyon életűek. Várj, azt nézem, mi van rád írva, győzik-e? Győzik-e, igen. De az asszonynak öltöztem. Mert ez egy hagyományos iskolánkban, hogy bolondballagást tartunk, és minél hülyében kiöltözünk. Esetedben ugye egy picit már kiégett be a asszonyról beszélhetünk. Hát igen, megpróbálunk minél nagyobb hangzavart verni, minél nagyobb feltűnést kell tenni, és reméljük, hogy ez sikerül is. Hát én 1 évvel ezelőtt voltam Szandika ugyanebben a cipőben. Mi lenne az osztályoddal beasszony nélkül? Szegényebb lenne egy beasszonnyal. Akkor fuss utánuk. Köszönöm. Beasszony végül befutott, a rend pedig helyreállt, bár a végzősök mély nyomot hagytak a közönségben. Elkezdődött Szentendrén a dumcsakorzó rendezvénysorozata. Egészen szeptember végéig, minden hétvégén, péntektől vasárnapig, programokkal és vásárosokkal népesül be a város sétáló utcája.
A tavalyi esztendő sikere után nem volt kérdés, hogy 2013-ban is lesz Dumcsa Korzó. A megszokott utca ilyenkor kanapékkal és rengeteg emberrel telik meg, ami a turisták mellett a helybelieket is levonza a belvárosba. Ahogyan tavaly, úgy idén is minden hétvégét valamilyen témakörét csoportosítanak. Az első alkalommal egy egészséges zöldség, a spárga került a középpontba. Már áprilisban elvetjük a magot, októberben tudjuk eltelepíteni, és onnantól kezdve 3 évig csak munka van vele, tehát 3 évig ezt a spárgát nem lehet kivágni a földből, csak mivel a gyökerek addig természetes erőknél fogva szétáradnak a földben. A kulináris élvezetek mellett legalább annyira fontos, hogy a kulturális oldalát is megmutassa a város. Ilyenkor alkalom adódik arra is, hogy a kitelepülő képző és iparművészekkel beszélgessenek az érteklődők. Ezek, amik itt vannak, ezek az Old Goat, vagy Vénkecske Art Galéria, és ezek mind az én munkám, az összes festmény, a kis szobrok azok lélekszobrok, azok társaságot adnak, és mindenki adoptálja őket, te adod neki a nevet, mert csak számozva vannak. A festményekkel meg úgy vagyunk, hogy azok te egyedi festmények, és akkor van nagyon sok zsikle kópiánk az eredetiekből. A Dumcsa Korzót helyi vállalkozók kezdeményezték. A szervezésbe idén már a város, a TDM Kft. És a civil szervezetek is bekapcsolódtak. Hatalmas méretek, lenyűgöző motorhangok. Amerikai autós motoros találkozót tartottak Veresegyházon, a Medve otthonban. Szombaton már reggeltől érkeztek a különlegesnek számító járművek. Több mint 200 amerikai autó ritkaság és mintegy 100 motor gyűlt össze, illetve vonult végig a városon. Amikor egy-egy ilyet meglátunk az utakon, biztosan felkapjuk a fejünket. Akár azért, mert a megszokottnál szélesebb és hosszabb kocsik alig férnek el a sávokban, akár azért, mert a motorháztető alatt dübörgő erőművek hangja szokatlan. Az országban a becslések szerint mintegy 500 ilyen autó létezik. A tulajdonosok fanatikus rajongók, akik a járgányok sugallta életérzés és erőrabjai. Évek óta rendszeresen találkoznak egymással, megcsodálják egymás autóit, motorjait, és persze órákig beszélgetnek róluk. 5 évvel ezelőtt kitaláltam, hogy úgy szeretnék amerikai autós találkozót csinálni, amilyen még nincsen az országban, ami tényleg az autósokról szól, ami azt jelenti, hogy minden autósnak minden esetben díjtalan a belépés, és mindig adok egy kis apró figyelmességként egy kis ajándékot, amikor megérkeznek. És ebben az ajándékban van egy sorszám is, ami keresztül lehet szavazni az emberek, és a szakmai zsűri is díjazzuk az autókat, az első 3 legszebbet. A főszervező arról is beszélt, mit jelent számára egy amerikai autó, mi az az életérzés, hangulat, különlegesség, amely megvan egy ilyen járműben. Ezek az autók teljesen másképpen néznek ki, teljesen más nyújtanak, mint a mai elfogadott normál és a mai elfogadott normál európai autók. És ez tulajdonképpen mindenre vonatkozik. Aki egyszer beül egy ilyen autóba, az valószínűleg nem száll ki belőle soha. És most teljesen mindegy, hogy akár egy sportkocsiról beszélek, akár egy óriási nagy hajóról, mindegyiknek megvan a maga különlegessége. És nagyjából ez azért összefügg egy kicsit az oldtimerezéssel is, tehát akiknek nem amerikai, de régi autójuk van, ők ezt ugyanígy átérzik, csak nekik azok az autók tetszenek, nekünk ezek a típusok tetszenek. A mostani esemény résztvevőinek majdnem fele az úgynevezett kemény mag, amelynek tagjai nem csak a találkozókra járnak, hanem napi kapcsolatban vannak egymással. A többiek a szimpatizánsok, vagy azok, akik nemrég vettek meg egy-egy amerikai autót, motort. Ők csak ilyen találkozókra járnak. Én nagyon szeretem az autókat, az öreg autókat és a motorokat egyaránt, úgyhogy nagyon jól érzem magam egy ilyen találkozón, lehet gyönyörű motorokat és autókat látni egyaránt, lehet csemegézni köztük. A nyár folyamán rengeteg rendezvény lesz, amelyre az amerikai autó tulajdonosokat várják. Tartanak találkozókat a Balatonnál, Komáromban és Békéscsabán. Ezrek maján is hoztak a Százhalombattai Szent István téren, ahol délelőttől késő estig várták a programok a városlakókat. A városi fúvószenekar melegített be reggel, nem csak a főtéren. Elindultunk fel a piac térig, ott is megálltunk, ott is játszottunk pár nótát helyben, és utána visszajöttünk. Aztán megérkezett a májusfa, és vele együtt egyre több városlakó, akik több programban is megmerítkeztek. Állítottam májusfát a most már feleségemnek, úgyhogy keresem ezeket a régebbi
dolgokat. Délben jó ebédhez szólt a nóta. A hagyományos program népszerűségét jól mutatja, hogy Madarász Katalint még kameránk előtt is meglepték rajongói. Gazi néni egy olyan szíved alá, de egy éve Gazi mama! A művésznőt természetesen hagyták énekelni is. Ki kell rúgni a hámpárból. Mindeközben a Csónakházban május 1-e hölgyekre vonatkozó eszmét a Nőszövetség Lippen tette meg. Nagyon kevés nő vesz részt a közéletbe, ugyanakkor mindenki azt mondja, hogy szeretné, ha több nő venne részt a közéletbe, de azért, ha választani lehet, inkább a férfiakat választják. Ezt valahogy nekünk kell megvalósítani, hogy ne így legyen. A főtéren délutánra összesereglettek a fiatalok is. Csak annyit tudok, hogy ilyenkor nem kell munkába járni, meg iskolába se. A főtéri színpadon dr. Vezér Mihály polgármester mondott köszöntőt. Nekem május 1-e az a Szigetvári Jóska által is említett Szinnyei Mese Pálféle életképként él a lelkemben, amikor pokrócra leterítik leterített pokrócra leülnek, ugye, és ott piknikeznek. Most már az idő is kellemes, hiszen az ítélet idő elmúlt, és hirtelen ránk robbant a nagyon jó idő, és azt gondolom, méltó körülmények állnak arra a rendelkezésre, hogy tényleg együtt ünnepeljünk, és hát ünnepeljük a kétkezi munkát, illetve emlékezzünk arra, ami minden emberi értéknek az alapját teremti meg. A majálison fellépett többek között Oswald Marika, Jan Zakata, Veres Mónika és Pál Dénes is. A városi majálist Fenyő Miklós koncertje is utcabál zárta. Az elmúlt hetekben több országos zenetanári továbbképzés helyszíne volt a Szentendrei Újcsi Tihamér Zeneiskola. Legutóbb kortárs zenei napot tartottak. Ekkor volt az ősbemutatója Orbán György zeneszerző zongorapedagógiai műveinek is. A zongoratanítás és Orbán György zeneszerző állt a pénteki továbbképzés középpontjában. A mostani kurzust egy nemrég megjelent új tankönyvhöz igazították. Orbán György, a Dunakanyarban élő zeneszerző, diákoknak szánt munkáját mutatták be az érdeklődőknek. Ez itt egy valódi ünnepe a magyar zenekultúrának, ami itt ma zajlik. És azt kell mondanom, hogy hallatlan jelentőségét látom ennek a mai ünnepnek. Egyszerűen azért, mert olyan sokszor és látványosan temetjük a magyar zeneoktatást. Ugye a Hajdon volt nagyszabású, világhírű magyar zeneoktatást, hogy az ilyen ünnepek mégiscsak valamiféle reményt kínálnak arra, hogy úgy idézőjellel szólva régi dicsőségünk újra felragyog. Kétágú síp, ezt a címet kapta Orbán György szerzeménye, mely több, rövidebb darabot tartalmaz. A nyitó beszélgetés után a térség tehetséges növendékei mutatták be ezeket a kurzus résztvevőinek. De nem csupán a diákok izgultak a fellépés miatt, hanem maga a szerző is, hiszen ő most először hallatta felcsendülni műveit. Nekem volt egy zongora iskola közleműködésem Lakos Ágnessel, amely hát nem tudom hány éve megy, és úgy néz ki, hogy bizonyos érdeklődést keltett. És hát ott egyik-másik gyerek olyan szenzációsan vett lemezle egy-egy darabot, hogy tulajdonképpen az volt az inspiráció forrás, hogy éreztem, hogy talán ezt érdemes folytatni. A gyerekek ugyanis nőnek. Minden egyes darabhoz Selmeci György fűzött elemzést, megkönnyítve azon zongoratanárok dolgát, akik szeretnék majd ezt a műgyűjteményt használni. Budakalászról és Szentendréről is vállalták diákok az ősbemutatón való szereplést, de Vácról és Budapestről is jöttek növendékek. Nyársapát adott otthont idén az egyházi és világi borok versenyének. A Gödöllő környéki regionális turisztikai egyesület hirdette meg a megmérettetést, amit minden évben más helyszínen rendeznek meg. A megmérettetésre bormintákat küldhettek egyházi borászatok, és mindazon bortermelők, akik pincészetük és boraik elnevezésében egyházi személyiségek, szentek nevét vették fel. Jelentkezhettek volt egyházi pincészetben termelő borászok, világi természetes személyek, bortermelő vállalkozások, egyéni bortermelők vagy kereskedő szervezetek, szakoktatási kutatási intézmények. 123 minta érkezett Nyársapátra, 48 fehér, 13 rozé és 47 vörös. Mindet annak reményében küldték a készítők, hogy aranyérmes lesz. Ez a legfontosabb egy borász életében, hogy minél több első helyezettet
tehát egy aranyérmet ugye érjen el a bora, esetleg nagy aranyérmet, és 3 darab sampiondíjat fogunk átadni, amelyet a BASF ajánlott föl. Számunkra egy a fehér borok, egy a tokai különlegességek és egy a vörös borok közül kerül kiadásra. A borokat 2 zsűri is bírálta, a szakmájukat tekintve nem szakavatott borbírálók, a társadalmi zsűri mellett szakértők véleményezték és pontozták a borokat. Ezt a 123 tételt 3 zsűri, szakmai zsűri bírálja el, 5 fős az ország különböző részéből vezető borászok, akik a zsűri tagjai, sőt a hatóságnak az emberei, tehát a Lébiknek, a borászati igazgatóságának az egyik felügyelője is jelen van, úgyhogy mind avatott személyek. Nem csak a versenyt, de az eredményhirdetést is Nyársapáton tartják majd, a nyári lecsófőző fesztiválon adják át a díjakat. A Százhalombattai Vitézi Alcsoport állománygyűlésen látta vendégül a történelmi vitézi rend vezetőit és tagjait. Értékelték az elmúlt fél esztendő programjait, és a 2013-as év feladatait is megtervezték. A Százhalombattai Vitézi Alcsoport állománygyűlésre fogadta a Közép-Magyarország nyugati törzsék vezetőit, tagjait. Az állománygyűlésen megbeszélték az elmúlt fél esztendő programjait, valamint a 2013-as évben még előttük álló feladatokat is megtervezték. Minden törzsék évente 2-szer, tavasszal és nyáron köteles állománygyűlést tartani, ahol meghallgatja a rendi tagokat és tájékoztatást ad egybe a elmúlt esemény történéseiről, valamint a előttünk álló feladatokról, előttünk lévő megemlékezésükről, ünnepségekről. Rengeteg feladat áll előttünk, az a nyáron is nagyon sok minden rendezvény van, ahol szinte kötelező érvénnyel kell megjelennünk. Ezeket átbeszéljük, és hát ami tört, most sajnos nagyon sok aktualitása van az összejövetelünknek, hiszen a főméltóság asszony temetése éppen a tegnap előtt történt meg. Rácz Sándor pedig a Magyarok Világszövetség tiszteletbeli elnök, ugye még a temetéséről később intézkednek, ő is rendünknek tagja volt, tehát nagyon fontos lesz az, hogy róluk is megemlékezzünk. Tulajdonképpen az élet minden területéről szó van ilyenkor. Izgalmas és hasznos programokkal várta az érdeklődőket a Madarak és Fák Napja alkalmából a Magyar Madártani Egyesület, a Gödöllői Értékvédő Egyesület és az Önkormányzat, idén is Gödöllőn. Az ünnepet idén május 1-én rendezték meg, a tavalyhoz hasonlóan 2 helyszínen, a Gödöllői Alsó Parkban és a Szent István Egyetem botanikus kertjében. Először 1902-ben Kernel István ornitológus szervezte meg Magyarországon a Madarak és Fák Napját, ami azóta egy országos rendezvény. Gödöllőn immár 4. alkalommal rendezték meg az eseményt, melynek célja, hogy az embereket közelebb hozzák színes programokkal a természethez. A programjaink, ugye, mint ahogy mögöttem is látható, a madárgyűrűzési bemutató, itt ugye közelről megtapasztalhatják a résztvevők, hogy hogyan is zajlik egy ilyen madárgyűrűzés, meg a miértjét is, hogy miért gyűrűzik a madarakat. Akkor van egy tanösvényünk, egy madárvédelmi berendezéseket bemutató tanösvényünk, ahol odók, védelmi berendezések, ugye áramütés ellen, illetve etetők, denevérodók találhatók, ahol ugye kis vezetést is tartunk. Akkor van egy előadó sátor, ahol különböző előadások zajlanak természetvédelmi témákban, illetve van egy népi játékos szekciónk, ahol gólyalábozást, a népi játékokat próbálhatják ki a gyerekek, illetve odókat is szerelhetnek össze. Ugye nyers anyagból, és utána haza is vihetik azt. A legnagyobb sikere a madárgyűrűzési bemutatónak volt, hiszen itt kéz közelben ismerhették meg a madarakat a látogatók. A vadon élő fajok egyedi jelölésének egyik legrégebben és leggyakrabban alkalmazott módszere a madárgyűrűzés, melynek segítségével sok más igen hasznos eredmény mellett megismerhetjük az egyes madárfajok vonulási útvonalait, pihenő és táplálkozó helyeit, telelő területeit, végső soron pedig a madárvonulási rendszerek egész földünket átfogó hálózatát. Munkatársaim nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. A jövő héten a szokott időben várjuk Önöket. Viszontlátásra!